A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Tegnap délelőtt kezdődött és a késő esti órákig tartott a Városi Önkormányzat képviselőtestületének ülése. A napirendi javaslatban számos sokakat érintő kérdés szerepelt. Első beszámolónkban összefoglalót láthatnak, hallhatnak arról, milyen témákban milyen döntés született. A tegnapi, illetve pontosabban már a mai közgyűlésen elég hosszúra nyúltak a napirend előtti felszólalások, ám sok a érdeklődésére számottartó kérdéseket vitattak meg. Ilyen volt a járóbeteg ellátás helyzetéről szóló diskurzus, de szó volt arról is, hogy a választási plakátok még nagyon sok helyütt láthatók a városban. Tekintettel az ország keleti részén kialakult helyzetre, a képviselők és a polgármester a nehéz helyzetben lévők megsegítésére összefogást szorgalmazott. A közgyűlés a déli órákban fogadta el a pénzbeli és természetbeli szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, döntöttek Bencsik István Pénelopé című szobrát illetően, a felújítás alatt álló díszt a Nemes Endre Múzeum Káptalan utca 5 szám alatt kialakított szoborkertjében helyezik majd el. Több órás diskurzus bontakozott ki a két tervezett részönkormányzat, a messzesi és a pécsújhegyi megalakításával kapcsolatban. Az ellenzők azzal érveltek, hogy ez a forma a város decentralizálásához vezet. A támogatók viszont a már meglévők pozitív eredményeire hivatkoztak. A Pécs-Pécsújhegyi és Üszögi részönkormányzat létesítését a közgyűlés jóváhagyta. A messzesi részönkormányzat megalakítását is támogatták, de magának az önkormányzatnak a létrehozásáról nem döntöttek. Az ivóvíz és csatorna szolgáltatás jövőbeni rendszerével, a szolgáltatási szerződésekkel, illetve a kintlévőségek kezelésével kapcsolatban is közel 2 órás vita volt. Míg nem, a vízmű által benyújtott, amúgy igen részletes előterjesztést elfogadták. Napirenden szerepeltek az iskola összevonások, illetve megszüntetések. A koalíció a gyermeklétszám drasztikus csökkenésére és a gazdaságosabb kihasználásra hivatkozott. Az ellenzék szerint viszont az iskolák épületének eladása, illetve bérbeadása nem fogja beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. Szerintük körülbelül 580 ezer pluszra jönne ki az egyenleg. A PDS a javaslat tárgyalása során több ízben az iskolák áthelyezésével nem értett egyet, már csak azért sem, mert féltették az intézményekben folyó pedagógiai programokat. Végül a Fidesz módosító indítványa alapján az Egyetem utcai iskola helyett az Ágoston térit szüntetik meg, az Istenkúti iskola viszont nem kapott újabb 4 év haladékot. A közoktatási intézmények áthelyezéséről szóló határozatot a közgyűlés végül elfogadta. Munkáját a testület a késői jeli órákban fejezte be. Manapság sokat hallhatunk az egészséges életmódhoz szükséges vitaminok, nyomelemek fontosságáról. A Pécs-Baranyai Orvosklub tegnap esti rendezvényén a szakmai közönség előadást hallhatott a vitamin készítményeknek a betegségek megelőzésében és a terápiában betöltött szerepéről. Az orvosklubot dr. Bányai Elek elnök mutatta be. A klubunk 1993-ban alakult, és gyakorlatilag azóta igen eredményesen működünk. Jelenleg kb. 200 tagja van az orvostársadalom minden részéből. Ez a klub nagy lehetőséget biztosít a kollégáknak a találkozásra, az információ cserére, és talán a szabadidő hasznos eltörtésére is. A mai rendezvényen az orvosokat tájékoztatták a különböző betegségek, illetve vitaminok, nyomelemek közötti összefüggésekről, valamint a prevenciós és a terápiás kezeléshez szükséges mennyiségekről. Ilyen rendezvényeken mi egy párbeszédet folytatunk, tapasztalatokat cserélünk, mi foglalkozunk egy speciális területtel, ezeknek az új kutatási eredményeit, saját kutatási eredményeinket osztjuk meg a szakközönséggel, akik elsősorban most orvosok, és ők majd ezeket az információkat a napi gyógyításban, a betegágy mellett, ha gyógyszerész, akkor bent a tára mellett fogja alkalmazni. Az ifjúsági szakképzés korszerűsítésére kiírt világbanki program támogatását 3 pécsi szakközépiskola, illetve szakképzőiskola nyerte el pályázat útján. A Radnóti Miklós közgazdasági szakközépiskola, az 508-as számú kertvárosi szakképzőiskola, valamint a Cipernovszki Károly ipari szakközépiskola. Ez a támogatás elsősorban a tanárok külföldi szakmai továbbképzésére és a program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére ad lehetőséget. Egyes iskolák már 1995 óta egy program szellemében tanítanak.
A pályázatokkal elnyert támogatás kapcsán eszközfejlesztésre 2000-től nyílik majd lehetőség. A tanárok továbbképzésére elnyert keretből a Radnóti Miklós közgazdasági szakközépiskola tanárai közül néhányan a 98-99-es tanévben Hollandiában jártak. Tanáraink végre eljutnak külföldi tanulmányokra, tapasztalatot cserélni, és az eszközfejlesztés, ami azt hiszem ma nem mindegyetlen egy iskolának se, hogy honnan tudja beszerezni és milyen eszközöket. Mi két területen pályáztunk világbanki támogatásra, az egyik terület az a szakmunkásképzés, ahol gázipari szakmák a modulrendszerűvé alakítását pályáztuk és vállaltuk. A másik terület az pedig a szakközépiskolai képzés korszerűsítése. Elsősorban egy módszertani és tananyagbeli fejlesztésről van szó. Nem mellékes egyébként maga az az eszközfejlesztés sem, amit az iskola a világbanki program keretében meg fog kapni. Az ifjúsági szakképzés korszerűsítésére készült világbanki program szerződését ünnepélyes keretek között írta alá dr. Toller László, valamint a három iskola igazgatója. Nézzük meg először, hogy mihez kell ész, utána nézzük meg, hogy mit kell megszervezni hozzá, és utána nézzük meg azt, hogy milyen anyagi lehetőségek vannak az ész által vezérelt, jó szervezett programok végrehajtásához. Én úgy gondolom, ez a világbanki program egy ilyen gondolat jegyében valósulhat meg a három érintett iskola részvételével és az önkormányzat támogatásával. Tegnap este tartotta soron következő összejövetelét a Klimó György Társaság. Ezen az egybegyűltek Nagy Csabának, a Költségvetési Bizottság fideszes elnökének előadását hallgathatták meg, Pécs költségvetésének kondíciói, lehetőségek, kényszerpályák címmel. A Klimó György Társaság két éve alakult a püspök halálának évfordulóján. Szeretnénk a múlt értékeit megismerni, mindazokat az értékeket, amelyet Pécs kultúrtörténete, ipartörténete, orvostörténete, művészettörténete számukra tartogat. Mindazon túl természetesen szeretnénk a jelen eseményeivel is megismerkedni, tájékozottak lenni abban a politikai, gazdasági, társadalmi közegben, ahol élünk. A szervezet tagja lehet bárki, aki konzervatív polgári értékeket val magáénak, és ezekért az eszmékért tenni is hajlandó. Legyen egy olyan hely, ahol le lehet ülni, ahol azonos értékekről lehet beszélgetni, ahol véleményt lehet cserélni, ahol tudom, hogy aki mellettem ül, az hasonlóképpen szeretne gondolkozni, vagy gondolkozik is, és azt is tudom, hogy van hová tartoznom. A mai összejövetelen Nagy Csaba tájékoztatta a hallgatóságot Pécs 1999-es költségvetéséről. A képviselő sötéten látja a város jelenlegi anyagi helyzetét. Javaslata szerint a kiadások féken tartására a polgármesternek szabad kezet kell adni, természetesen a bizottsági elnökök és a jegyző erős kontrollja mellett. Az előző városi vezetés, illetve az előző testületek nagyon sokáig hallgatták ezeket a döntéseket, és a struktúra már annyira feszített, hogy ezt már csak megreformálni lehet rossz kifejezéssel, tehát itt gyökeres átalakításokra van szükség, mert különben a város igen nehéz helyzetbe kerül, és valóban feltételezhetjük azt, hogy a közeljövőben, ha nem változik semmi, akkor csődbiztosra lesz szükség a városban. A baranyai német önkormányzatok szervezésében tegnap nyilvános fórumot tartottak. A téma ezúttal a hadiárvák kárpótlási törvénytervezete és az érintettek jelenlegi helyzete volt. A hadiárvák kárpótlását szabályozó törvény 1994 óta komoly vitákat vált ki, és egyre nagyobb tömegek tiltakoznak ellene. A probléma lényege az, hogy akik korábban nem kaptak hadiárva ellátmányt, azok továbbra sem kapnak. Akiktől pedig ezt a juttatást annak idején megvonták, azok a törvény jóvoltából most kaphatnak egy összegben kárpótlást. Harmadszori nekirugaszkodásra is visszautasította az országgyűlés, most jelesül az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága, hogy ezt a témát a parlament napirendjére tűzze. Így én úgy érzem, hogy a parlamenti út lezárult, és ezért támogatom azt, amit egy szociálista képviselőtársam tett, az Alkotmánybírósághoz fordult ebben a kérdésben, és bízom benne, hogy az Alkotmánybíróság kötelezi a parlamentet, hogy ezen a fennálló helyzeten változtasson. A végleges rendezésben fontos szerepet játszik az idő, hiszen minél később születik döntés, sajnos annál kevesebben részesülhetnek ebből az igazán csak jelképesnek mondható egyszeri összegből. A nagyszámban megjelent érintettek reménykednek a törvényalkotók belátásában, és bíznak benne, hogy megérhetik a probléma végleges megoldását. A problémát gyorsan és hatékonyan kell megoldani, azaz el kell vágni, mint a gordiuszi csomót.
Ez a kijelentés a Pollák Mihály Műszaki Szakközépiskolában hangzott el, ahol a Gordius matematikai tesztverseny eredményét értékelte a zsűri tegnap. A díjkiosztót Bokor Béla, a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése alelnökének köszöntője nyitotta meg. Néhány szavalat és prózarészlet előadása után kihirdették a tesztverseny eredményét. A zsűri külön értékelte az egyéni és a csoportos nevezéseket a 9-től a 12. osztályig. Minden évfolyamon az egyéni verseny első 12, a szakközépiskolások első 3 helyezettje, valamint az első 3 helyezett csapat tagjai részesültek díjazásban. A tesztversenyek Amerikában már nagyon népszerűek, Magyarországon viszont most vannak elterjedőben. A verseny tisztaságát a számítógépes feldolgozás szavatolta. A Baranya megyei 646 indulóból a helyezettek juthatnak be az országos versenyre, melynek szervezeti kereteiről a helyszínen tájékoztatták a diákokat, és adták át a meghívó leveleket. A város fesztiváljai nagyobb rendezvénysorozatai eddig valahogy elkerülték a tavaszi évszakot. Idén a tavaszi fesztiválhoz kapcsolódó pécsi eseményeken kívül egy új, remélhetőleg hagyományteremtő programra is sor kerül a hétvégén. A cirfandi zöldes-sárga színű, intenzív, vadvirágcsokorra emlékeztető illatú, tüzes, testes, kissé lágybor. A Nemes Nedű nevét viseli az a fesztivál, amelyet szombaton rendeznek városunkban. A soproni Poncichter Fesztivál adta igazából az ötletet, hogy mi lehet, ami pécsi, az természetesen a cirfandi, a Cirfandli Fesztivál és a tükék köszöntése, vagyis azoknak a polgároknak a köszöntése, akik a városban jól érzik magukat, ha innen eltávoztak, szívesen jönnek vissza, vagy őrzik a hagyományaikat. A Cirfandli Fesztivál a Mecsekalján elnevezésű kulturális, turisztikai és gasztronómiai rendezvénysorozat. Három helyszínen, a Széchenyi téren, a Grász téri Tükek útnál és a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ új József Attila úti székházában várja majd a város polgárait és a hozzánk látogató turistákat. Nekik egyébként ingyenes városnézés is kóstál a rendezvénysorozat ideje alatt. 1999 a magyar bor és a gasztronómia éve. Baranyába a Hívj egy vendéget Baranyába elnevezésű rendezvénysorozattal készülünk. Ennek igazán az első és a nyitó rendezvénye most ez a Cirfandli Fesztivál. A fesztiválhoz természetesen több városi étterem is kapcsolódik, hogy a cirfandlihoz illő ételeket kínáljon az ingyenceknek. A borok kedvelőit pedig nem csak a kóstolók, hanem szakmai programok is várják. Például megismerkedhetnek a cirfandli sikeres termesztésének fortéjaival. A programajánlatban szerepel még nóta, tánc, móka, kiállítás, sőt madárijesztő készítés is. Mindez tehát 20-án a város első cirfandli fesztiválján. Jövő hónapban egyébként megválasztják majd a megyeborát, ami remélhetőleg méltó párja lesz városunk büszkeség. A Cirfandlinak. Híreink végén kérem, hallgassanak meg egy közleményt. A belvárosban közműs rekonstrukciós munkákat végző cég ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a Jókai utcában a munkálatok a befejező szakaszhoz érkeztek. Ennek során a mai nappal a következő forgalmi rendváltozások lépnek életbe. A Jókai utca egy ideig Zsák utca lesz a Széchenyi tér felől. Ez idő alatt feloldják a behajtási tilalmat az Irgalmasok utcájában, tehát a városközpontot ezen az útvonalon lehet elhagyni. A Mátyás Király utca a Váradi Antal utca felől szintén Zsák utca lesz, de a Zrínyi és a Teréz utcákban, valamint a Jókai utca alsó szakaszán visszaáll az eredeti forgalmi rend. Önök a város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták, maradjanak továbbra is velünk. A Kárpát-medencébe északkelet felől különböző nedvességtartalmú, egyre hűvösebb léghullámok érkeznek, ezért marad az évszakhoz képest kissé hűvösebb idő. A reggeli órák hőmérséklete 0 és 3 fok között alakul. Ma napközben a gyakori felhő átvonulások mellett időnként több-kevesebb napsütés is előfordulhat, de futó záporokra is számítani kell. Erős marad az északkeleti szél. A levegő hőmérséklete napközben 3 és 6 fok között valószínű.